hogy ezek a könyvek arra vannak kitalálva, hogyha esetleg mégsem kerülnének vissza a helyére, az sem fogja bánni az, aki a könyvet idehozta. Már az átadás napján is sokan vittek könyveket és újságokat a fa domboriban található látványossághoz. A helyi Dunaák 7139 Egyesület kezdeményezésére egy régi telefonfülkét alakítottak át szabadtéri könyvtárrá széleskörű összefogás eredményeként. Sok segítséget kaptunk ahhoz, hogy a fülkét fel tudjuk újítani. Önkormányzat is segített bennünket valamennyi festékkel. Magánszemélyek jöttek, akik segítettek a felújításában. Volt egy vállalkozó, aki darus kocsival kiemelte a helyéről, ide szállította, kihelyeztük. Férfi emberek erejével sikerült a helyére tegyük, és egy nap alatt gyakorlatilag a festésével olyan állapot tudtunk kialakítani, hogy most már a könyveket ugye be lehessen helyezni. A felújított és szépen lefestett fülkébe aztán polcok kerültek, és el is készült a szabadtéri könyvkölcsönző. Az olvasnivalók közül pedig bárki magával vihet egy-egy darabot, amivel aztán, ha végzett, akár meg is tarthatja. De a kezdeményezők további felajánlásokat is szívesen fogadnak. Ennek a kezdeményezésnek a fő célja és a lényege, hogy az emberek újra elkezdjenek olvasni, hogy újra a könyveket lássunk az embereknek a kezébe, és erre egy nagyon alkalmas részt találtunk, gyakorlatilag itt a strand szélén, a bolt és egy büfé közé, ahol óriási forgalom van a nyári időszakban, úgyhogy bárki, gyerekek, felnőttek, idősek, fiatalok levehetnek a polcról könyveket, elvihetik, elolvashatják, hozhatnak helyette másikat. A kezdeményezés sokaknak tetszik, ezért folyamatosak az újabb és újabb könyvfelajánlások. A vasárnapi átadót követően egyébként az ötletgazdák közös főzéssel ünnepeltek.